Köszönöm mindenkit, szevasztok, Boszlák! Mi a helyzet? Azt mondta Ágúst, csinálj egy videót, nem tudom mi a téma. Igazából, mint látjátok, itt ülünk egy kis kabrióban, megyünk rá éppen Noszvajra, a szemléletváltó hétvégére, ami egészen hihetetlen abból a szempontból, hogy nyilván nem gondoltam volna pár évvel ezelőtt, hogy valaha ezekkel a nevekkel együtt lesz lehetőségem előadóként lemenni, vagy előadóként létezni, fogalmazunk. Úgyhogy ez most egy elég nagy pillanat, és szerettük volna ezt az egészet megünnepelni. Azon, mert nagyon sokat késett az üzlettársam, akivel lementünk, és ők is kitaláltuk Ákossal közösen, hogy ünnepeljük meg ezt az egészet, és adjunk ennek egy ilyen... Szoktam az életemben számára láthatatok tőlem úgynevezett level up-okat csinálni, és ez is most egy level up, ahol a saját valóságomba behozom ezeket a dolgokat. Egyáltalán nem mondom senkinek azt, hogyha most éppen olyan pénzügyi helyzetben vagytok, hogy pénzre van konkrétan szükségetek, akkor csináljatok ilyeneket, mert most ezt nyugodt lélekkel tettük meg, tehát hogy nem az volt, hogy remegve, mert régen olyat is csináltam, azért mondom ezt nektek, régen olyat is csináltam, hogy remegve csináltam meg, és nem volt értelme azt, ma már nem csinálnám meg. De amikor azt érzitek, hogy kicsit a komfortzónán kívül van egy kicsit, még egy picit drágább hotelszálloda, egy picit drágább autó, akkor az viszont vegyétek meg, tegyétek meg, mert hogy egész egyszerűen be fogja hozni a valóságotokba azt, amit szeretnétek, és utána, amikor mondjuk vizualizáltok, akkor tudtok egyszerűen energiát gyűjteni ahhoz, hogy utána dolgozzatok és menjetek tovább. Nagyon durva egyébként, hogy kívülről mennyire nézik ezt az autót az emberek, és hogy mennyire nagy figyelmet szerez, és mindenki nézi folyamatosan. Ezért nyilván nem is van egy kinézetünk benne. De ugye azt mondom nektek, hogy tényleg csináljátok a vállalkozást, csináljátok a dolgot, mert azért ezek, tehát az első az a belső harmónia és a belső béke. De azért ezek jó dolgok az életben, azért jó érzés egy ilyen autót vezetni, jó érzés egy ilyen lakásba lakni, jó érzés az, hogy még kivártam és tegnap meg tudtam venni azt az órát magamnak, ami nekem egy vágyam volt egy jó pár hete. Ezek nagyon jó dolgok, úgyhogy menjetek szépen előre, tegyétek bele a munkát, és engedjétek meg saját magatoknak. Ákos? Ja. Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Én erre a munkára iratkoztam fel, de korábban sem gondoltam volna, hogy ez lesz a mai napból.